kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mielőtt elkezdődne a ma esti hangverseny, tisztelettel felkérem Mészáros Zoltán urat, Szentes Csongrád Rotary Klub elnökét. Mondja el nekünk, miért is kezdeményezte a mai hangverseny megrendezését. Legyen kedves! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket! Az igazság, hogy a koncert előtt még eléggé izgultam, hogy vajon hogyan fog megtelni ez a csodálatos megyeháza udvara, de hát boldog és örül a szívem, hogy ilyen sokan eljöttek, nagyon köszönöm Önöknek. Ezzel bennünket támogattak a mi kezdeményezésünket. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam itt a felkonferálás után. Én a Szentes Csongrád Rotary Klub 7. elnöke, soros elnöke vagyok. A mi klubunk az 7 évvel ezelőtt indult, és azóta a rotáció, a forgás erre alapján minden évben új elnököt választ. És hát nekem jutott ez a megtiszteltetés, hogy idén én vezethetem ezt a klubot, és én kezdeményezhettem ezt a mai jótékonysági koncertet. De az igazság, hogy ahogy a mindennapi életben, hogy a klubunknál is egy ember mit nem ér, bizony, hogy ez a koncert összeértett, és ilyen szép számon eljöttek, ez bizony 23 klub tagunknak, az én kedves barátaimnak köszönhető. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ebben segítettek, örülök az érdem. A bemutatkozás mellett mi kiosztottunk egy kis brosúrát. A mai jótékonysági koncertnek és egy nagyon fontos eleme, hogy a Szentes Csongrád Rotary Klubot szeretnénk egyre szélesebb körben megismertetni. Hát gondolkodtam, hogy ha a Szentes vagy Csongrád főutcáján megkérdeznék 100 emberről, hányan tudják megmondani, hogy a Rotary miről is szól, hát egyre nagyon kevés szám van. A mai koncert kicsit ennek a népszerűsítését is szolgálja. Szeretnénk bemutatkozni, hogy a mi Rotary Klubunk, ami már 7. éve működik, egy olyan baráti társaság, egy olyan segítségre, jótékonyságra szerveződő baráti társaság, akik hát, kicsit a maguk nevében, a maguk területén meg szeretnék jobbítani a világot. Ahol tudunk, megpróbálunk segíteni, ahol lehet, megpróbálunk adni. Én azt gondolom, a mai világban, ahol inkább vesznek, és keveset adnak, ezt szeretnék megfordítani. A Rotaryról ebben a brosúrában szó van, 106 éve működik ez a világszervezeti nőtt hatalmas nagy klubhálózat. Mi persze nem ennek a nemzetközi szervezetnek vagyunk a tagjai, itt Szentesen és Csongrádon ez a 23 barát fogott össze, annak jegyében, hogy itt Szentesen és Csongrádon a rászoruló fiatalokat támogassuk. Az elmúlt 6-7 esztendőben több száz, több millió forinttal támogattuk a szentesi és csongrádi tehetséges, de rászoruló fiatalokat ösztöndíj formájában. Az elmúlt 2 évben elindítottunk egy nemzetközi tábort. A történelmi Magyarország területéről, a határon túli magyar fiatalok körében hirdettünk meg egy pályázatot, és invitáltunk meg ide Szentesre és Csongrádra fiatal tehetségeket. Az idei épp egy zenei tábor volt, egy zenei alkotó tábor, és hát fantasztikus élményekben volt részünk, ezek a fiatalok szívüket, lelküket beleadták a zenébe, csodálatos volt, talán sokan hallhatták és látták is őket. A Rotary Klubunk tehát a segítségre szerveződött, és a mai koncert is erről szól. Úgy gondoltuk, hogy meginvitáljuk a zenét szerető közönséget, vagy az elveinkkel egyetértő nagy közönséget, hogy eljöjjön ide, és hát egy kis cseppel támogassa a mai rendezvényt. Nagyon szeretném megköszönni a klub tagjai mellett még a nagy támogatóinkat, hisz itt Szentesen a hitelszövetkezet nagyon komolyan mellé állt a rendezvénynek. Mellé állt még a Szarvaspál, mellé állt a Hunor Klub ZRT, mellé állt a Zungerbauer családi pincészete és az Árpád Csongrád Bor ZRT. Ennek a két finom pincészetnek a nedvéjét is kóstolhatták, és hát majd arra indítanom Önöket, hogy ha szünet van, mert szünet lesz, akkor hát ezeket a cseppeket kóstolgassuk együtt. Én azt gondolom, hogy az én feladatom az, hogy
ne ezekről a cseppekről szóljak, bár van egy Albert Schweitzer idézetem, a meghívóban is ezt közöltük, és egy másik, amit tehetsz, az csepp a tengerben, de ez ad értelmet az életednek. Én azt gondolom, hogy az, hogy eljöttek ide, önök is egy-egy cseppel hozzájárultak ez a szándékhoz, ez a jótékonysági koncerthez. Én nagyon köszönöm ezeket a cseppeket, és hát arra biztatom önöket, hogy jöjjenek máskor is, és arra biztatom önöket, hogy nagyon-nagyon érezzük jól magukat. Szép jó estét kívánok! Kedves vendégeink, először is engedjék meg, hogy egy néhány mondatban bemutassam önöket a zenekart. Az együttes tavaly ünnepelte alapításának 45. évfordulóját. Az elmúlt közel fél évszázadban Európa számos országában járt, de Európa határain túl is népszerűsítette hazánk komoly zenei kultúráját, hiszen több alkalommal turnézott Japánban is. Művészeti vezetője már negyedik esztendeje, Izaki Masahiro karmester. Ma este a zenekart Bojki Zoltán vezényli, aki 2009 márciusától a Maestro felkérésére rendszeresen dolgozik együtt a zenekarral. Az együttes színvonalas művészi munkájának elismeréseként 2009-ben első kategóriás zenekarrá minősült, és ezt a pozícióját ma is őrzi. Hölgyeim és uraim, a ma esti hangverseny egy gyönyörű Mozart művel, a Jupiter szimfóniával kezdődik. A C-durban íródott Jupiter szimfóniát Mozart 1788-ban komponálta, ez már az érett szimfóniái közé tartozik. Az egész mű magabiztos erőt sugall. Az első tétel olasz nyitányhoz hasonlóan indul, majd a vonósok éneklő koncertinójával folytatódik, és ez a kezdet határozza meg az egész tétel karakterét. A lassú tétel lényegében már Mozart idejében klasszikus hagyománynak számított. A méltóság teljesen lépdelő dallam épp úgy énekel a hangszereken, mint az apróbb díszítmények vagy a tematikus jellegű motívumok. A tétel kódájában a kürtök hangzásával teremt varázslatos búcsú hangulatot a zeneszerző. A menüet skálaszerűen lefelé ívelő tematikája rendkívül tömör, kiválóan alkalmas az ellentpontozó feldolgozására és a humoros hatások elérésére. Mozart e ragyogó darab során mindkettővel mesteri módon él. A Jupiter finálé azzal a négy hangú Gregorián eredetű témával kezdődik, amit Mozart négy jegynek szoktunk nevezni. Ezt a komponálási technikát nyilván barokk emlékeire, már a korábbi műveitől kezdve gyakran alkalmazza a mester. Kedves közönségünk, következik hát a Jupiter szimfónia, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar előadásában a zenekart vezényli Bojki Zoltán. Nagyon jó szórakozást kívánok önöknek!